Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Juhász Hajnalka, KDNP országgyűlési képviselője, a Külügyi Bizottság alelnöke. Kezi csókolom, jó reggelt kívánok. És egyből kezdjük külüggyel. Iszonyú érdekes dolgok történnek a világban. A G20 hamarosan összeül. Kína ugye elmondta, hogy nem szeretné, ha a belügyeibe beleszólnának. Az amerikai elnök a vámháborút fölfüggeszti, és lehet, hogy ki fog törni a világ béke is, hisz Kína megpróbál közvetíteni Észak-Korea és Amerika között. Mi a véleménye ezekben a napokban, amikor különböző békekonferenciák vannak, persze egyes résztvevők nem jelennek meg, van remény arra, hogy az egész közel-keleti válság megszűnjön, és menekültek csak azok legyenek, akik igazából menekültek? Ez nagyon jó kérdés, és erre nagyon nehéz röviden és komplexen válaszolni. Közel-kelet helyzete... Na és természetesen közel-kelet, egyből tegyük hozzá Afrika problematikus fantasztikus részeit. Fantasztikus a kiegészítés, mert azzal szerettem volna indítani, hogy három fontos pont van, amit a világban látnunk kell, hogy mi miért zajlik. Közel-kelet, amikor közel-keletről beszélünk, ott a vallásközi párbeszédé a jövő. Ha nem lesz vallásközi párbeszéd, a közel-keletről számos kisebbség, vallási kisebbség el fog tűnni, és felbomlik az a rendkívül érzékeny egyensúly, aminek a 24. órájába tartok. Afrika esetében a népességrobbanás és a klímaváltozás, ha csak egy lépés sem előre, sem hátrább nem teszünk is, nagyon komoly következményekkel fog járni. És a harmadik pont, amit ide emelnék, ha már külpolitikában ilyen komplexen kezdünk, az a nyugat-balkáni integráció kérdése, és annak a lelassulása Észak-Macedónia és Albánia. De nyugat-balkáni remény nincs rá, hisz a tagállamok, de a tagállamok megígértek, tehát én... Ugyancsak Mogherini asszony, aki halálra tud engem idegesíteni, talán van Isten az égbe, és eltűnik, és többet a nevét sem hallom neki. Igaz, hogy az Európai Uniónak, a tagállamoknak nincsen közös külpolitikájuk, de ő azért nem úgy képviselte a dolgot, ahogy kellett volna. Most őt hagyjuk békén. Tehát ígéret volt arra, hogy a Balkán vagy Észak-Macedónia, akik mindent megtettek, és akkor most mi átvertük őket, hisz mi is az Európai Unió tagjai vagyunk, akkor ezt simán hagyjuk, hogy csak úgy népeket át tudunk verni. A V4-ek és köztük Magyarország is első perctől kezdve kiáll a nyugat-balkán integráció mellett, és hogy ez miért fontos, hogy ezt azért egy picit erről beszéljünk. Azért, mert ahol esély van, tehát 2025, amire az Unió azt mondta, hogy Szerbia és Montenegro esetében mondjuk reális lehetőség van a csatlakozásra, de azt érzékeljük, hogy 2025 előtt az Unió nem akar új tagállamot, és itt Észak-Macedónia és Albánia esetén azért problematikus a dolog, mert ha az albán belpolitikát valakinek van ideje és energiája követni, rendkívüli nagy feszültség van a jelenlegi kormánypárt és az ellenzék között, és amikor Albánia, Észak-Macedóniáról beszélünk, Albánia esetében 60%-a szunita muszlim, és közel 40% Észak-Macedónia esetében, és ez miért problematikus? Azért, mert ahogyan a közel-keleten is a vallásközi és a vallás közötti konfliktus jelen van, a nyugat-balkán integrációjának lelassulásával ezek a közösségek magukra maradnak, és ebben sajnos zseniálisak a radikális terrorista szervezetek, mert ezeket a leszakadó vagy magukra maradt, döntően szegénységben élő közösségeket nézik ki. Ki lehet használni. És ki lehet használni, és ezért nagyon fontos is a V4, és köztük Magyarország is azt mondja, hogy a nyugat-balkán integrációja nélkülözhetetlen. Ez az egyik része a dolognak, hogy megjelennek majd a radikális terror szervezetek. A másik része a dolognak, hogy a nyugat-balkán az illegális migrációnak vagy a visszafogója, vagy a útvonala, és a kapuja lehetne. Vagy az átengedője lesz. Tehát ez teljesen illogikus gondolkodás, ahogyan az eddigi bizottsági gondolkodás ezt végigvezette logikailag, és azzal, hogy Emmanuel Macron lelassította, hiszen szeptemberben lettek volna a tárgyalások, ezzel tovább növelte a feszültséget, hogy egy személyes tapasztalatot is mondjak. Nekem volt alkalmam Mimi Kodellivel találkozni, ő volt az albán védelmi miniszter, egy gyönyörű, okos, szép szőkenő. Nekem ezek mindegy példaértékű találkozások. Ő érte el
Albániában a női politikusként Albánia NATO csatlakozását. Világosan elmondta a külügyi bizottsági találkozónkon, hogy óriási veszély az, ha Albánia nem kapja meg a reményt. Mert erről kell beszélnünk, a reménytelenség és annak a következményeiről. A Közel-Kelet esetében pedig az az óriási probléma, ugye sokat beszéltünk erről önnel is, hogy Magyarország ugye megjelent a humanitárius segítség nyújtásával, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy igen, elsődlegesen a keresztények kapcsán, de a jazidi kisebbségek és más kisebbségek számára is vannak olyan programjaink, amely közösség erősítő, helyben maradó fontosságot tölt be. Miért fontos? Azért, mert hogyha egy területről egy vallási kisebbség eltűnik, az valóban egy egyensúlyvesztést jelent, és amikor arról beszélünk, hogy mennyire fontos az identitás, vagy a vallási identitás, akkor egy dolgot ki kell mondani, 2050-re nem a kereszténység lesz, hogyha ez a tendencia folytatódik az első helyen, hanem a muszlim vallás. 2050-re gyakorlatilag olyan mértékű megerősödése lesz az iszlám vallásnak, és itt a fontos De pont... De az is kérdés, hogy az iszlám melyik ágának? Így van. Egyrészt, másrészt pedig, hogy megtaláljuk-e a mérsékelt muszlim vezetőkkel a párbeszédet a világban, vagy nem találjuk-e meg. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezért azt gondolom, hogy a vallásközi párbeszédnek nagyon nagy szerepe lesz a jövőben. Én, mint az Európa Tanács parlamenti közgyűlése, és itt most van még egy fejlemény, két nappal ezelőtt szavaztunk az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében az új főtitkáról. Bujics külügyminiszterasszony, horvát külügyminiszterasszony lesz az új főtitkár, ami azért fontos nekünk, ő is egy gyönyörű szép szőkenő egyébként, ha már ezt ide emelhetem, és okos, azért nagyon fontos, mert végre ebből a régióból oda kerül valaki, egy olyan pozícióba, aki a közép-kelet-európai területet és annak a kihívásait ismeri. És nagyon reménykedem abban, hogy olyan témák visszakerülnek az Európa Tanácsban, amely például a Közel-Kelet kérdésköre. Mert én fél évvel ezelőtt éltem egy olyan kezdeményezéssel, amit gyakorlatilag az Európa Tanács azt mondta, hogy ezt köszönik szépen tájékoztatás, amelynek az volt a címe, hogy a Közel-Kelet vallási és biztonságpolitikai kihívásai. Ezt a kezdeményezésemet, itt kifejezetten hogy az üldözött keresztényekkel szerettem volna foglalkozni, ezt a kezdeményezésemet az Európa Tanács levette napirendről, mert azt mondták, hogy ez gyakorlatilag nincsen aktualitása. Tehát itt nagyon... Elnézést. Ennek nincs aktualitása, akkor minek van aktualitása? Minek van? Sok minden témával foglalkozunk az Európa Tanács parlamenti közgyűlésébe, de ezt nyilván nem fogom, tehát ezt annyiszor lehet benyújtani, ahol hányszor az embernek erre energiája van. És én nagyon hiszek abban, és egyébként én valamennyi politikus társammal keresem a dialógust, hiszen nagyon érdekes dolog, de ezt a kezdeményezést gyakorlatilag külföldön svéd és egyéb képviselőtársaim, akik például zöldek vagy szocialisták is aláírták, tehát ugye ebben megint van egy olyan dialógus vagy lehetőség, ahol elindulhatnánk. De azért ezt szeretném hangsúlyozni, ez egy nagyon-nagyon komoly harc. És a másik dolog pedig az afrikai területeknél, ez nem politikai, hanem ez egy ténykérdés, hogy olyan súlyos népességrobbanás van, ami gyakorlatilag a klímaváltozással együtt egyenes arányú logikus következtetés, hogy el fognak indulni. És ezért nagyon fontos az, hogy nekünk... Van egy rossz hírem, már úton vannak. Bocsánat, ez teljesen jogos. Ha megnézzük jogos, azt, hogy Marokkóba és a környékén hány tízezren vannak már ott, és a királyi gárdának nem olyan túl egyszerű őket ott tartani. Marokkó például, mint Omar Sajouf-val való beszélgetésem folyamán kiderült, nem tilthatja meg a Marokkóba való beutazásukat, de akadályozni kell a továbbutazásukat. Viszont ez egy ketyegő bomba. Ez egy ketyegő bomba. Akár és a szomáliak, vagy sorolhatnám. Abszolút. És Szomáliában egyébként nagyon érdekes a helyzet. Eddig az Al-Shabaab terrorszervezet a taktikát váltott. Eddig azt mondta, a szomáliai területekről elindultak a szomszédos területekre, és eddig azt mondták, hogy mindenkit támadnak, tehát aki nincs velünk, az ellenünk van. Támadták a mérsékelt muszlimokat is. Most már taktikát változtattak, a mérsékelt muszlimokat segítik, és pusztítják a keresztényeket. Tehát megjelennek a terrorszervezetek, szegénység van, nyomor van, motiváció van, ezeknek a terrorszervezeteknek komoly anyagi bázisa van. Erre szoktam én azt mondani, hogy nem szeretnék én ott keresztény lenni.
Nehéz, nagyon nehéz helyzet. Ugyanakkor az ott élő keresztények ragaszkodnak a szülőföldjükhöz, a mindenhez, amit elért. És ez egy fontos gondolat, amit szintén mond, mert ez a Közel-Keleten is így van, és így van az afrikai területeken is. Tehát a nemzetközi szervezeteknek, politikusoknak nekünk azt kell megérteni, ha ők akarnak maradni, akkor őket hogyan tudjuk hozzásegíteni ahhoz, hogy maradjanak. Legyen például, mondok egy pici példát, de minden pici cseppnek jelentősége van a tengerben. Azt, hogy hogyan tudjuk azt megvalósítani, például a tudást adunk nekik ösztöndíjjal, hogy azt a tudást visszavigyék a közösségbe. Ha ez csepegtető mezőgazdasági tudás, akkor az afrikai területek számára ez nélkülözhetetlen, mert ha nincsen víz, nincs mit tenni, ha nincs mit tenni, eljönnek. Bízunk benne, hogy lesz, legközelebb innét folytatjuk. Kedves nézőim, dr. Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője, a Külügyi Bizottság alelnöke, és sorolhatnám még tovább beosztásait. További jó munkát kívánok, és még azért a nyári szünet alatt is szeretnénk látni. Előzetesek, és jövünk vissza. Köszönöm.